Na, hát akkor folytassuk ezt a nem gyenge ismeretekkel tartalmazó napunkat, és mint akit itt figyelek, mert ugye nekem minden előadást tanít, mert minden előadótól tanulok. És ez nagyon fontos, hogy ezt mindenkinek javaslom, hogy így is kezelje. Rengeteg kérdést vet föl bennem, hogy mikor jön el az ideje annak a felismerésnek, és itt gondolok arra az embernek, Cezár Bradnek hívjuk, akit sok esetben nekem úgy jön le, aki találkozott Jézussal, tehát Jézussal, ha találkozott, akkor volt, gondolom, üzenete is. Ha pedig Jézussal találkozott, akkor legyen egy üzenete is. Biztos, hogy mikor jön az a felismerés Bradnek, hogy a Kárpát-medence népeihez kéne közeledni. Ezen belül hozzánk, meg a társ népcsoportokhoz, akiknek igen komoly dolga van ott, és lehet megfelelni mindenféle hatalmi törekvésnek, azok úgy is kénytelenek betartani, mert másképp nem is tudnának oda kerülni. Viszont az eredeti cél az, amiért ez az egész született, azért az messzebb megy. Ugye te is említetted, hogy törmelékek, meg szétrepült egy-két dolog, meg a Tiamat, de az itt volt egy atomháború. És ugye igen, de az utolsó atomháborúban megsérültek bizonyos résztvevők, például a Nibiru rendszerben lévő résztvevők is, amelynek a kárait kellene helyrehozni, és ebben nem véletlenül a Föld a 3D-be, a Terra az 5D-be és a Gája 7D-be. És mindegyik sérült. Tehát akkor el lehet képzelni, az nem olyan atomháború, amit zajlik a Földön, hanem az egy nagyságrendekkel komolyabb és másabb, amellett, hogy minden háború számomra kezelhetetlen, tehát egy fölösleges, és ez megint, mint annyi adásom, majd elmondtam, hogy számomra teremtői hibának tudom csak megtekinteni kettő dolgot. Az egyik az, hogy miért kell életet fenntartani egy másik élet megszüntetését elpusztítása által, tehát itt mondjuk az étkezésről beszélek, de ez nem csak a Földre vonatkozik, hanem ez bárhol. Biztos, hogy nagyon sok olyan terület van, az univerzumban ez nem így működik, tehát ott ez értik. Kettes, mi az oka annak, hogy millió évek óta az univerzumban háborúk zajlanak? Tehát ez teremtői hiba. Tehát a teremtő se tökéletes, akkor azt akarom mondani. Tudom, hogy ez hirtelen nagyon kemény kijelentés, de ha megnézzük, a teremtő benned, mint teremtménye, aki szintén ő, önmagát látja viszont, és ha azt látja a teremtményébe, aki önmaga is, hogy ezbe a gyakorlatban belesodródik háború, vérontás, és ehhez rátelepszik egy olyan világ, ami ma leuralja a Földet 6000 éve, aminek csak a végpontját látjuk most. Tehát most, amit látunk, az a több millió évnek a vége. És ezért mondom azt, hogy amikor beszélünk bizonyos szituációkról, hogy minek az összefüggése, milyen kontextusban, és ki irányítja, én mindig csak az utolsót mondanám el, vessétek a tekinteteket, meg a tudásotokat szétre. Jó? Az egyiptomi szétre. Sokan ismeritek legalább azt a történetet, itt biztos, hogy sokkal többet is ismertek ti, de nagyon sokan még ez sem. A Széth-Hórusz történetet. Na most ez a Széth, ez a mai napig Enlil-lel megbízását teljesíti. És ez, amit te mondtál, ami ott van, ami ott a Katalin kolostornak hívják ma. Így van. Nevezzük nevén, hogy ma hogy találod meg a Nébuhadnezzar. Igen. Justinianus anyja. Igen. Az egy sokkal előbbi időszaknak még egy helye. És akkor is volt egy atomháború, hisz annak a hegynek a felszínét, ha valaki kicsit, és nem véletlenül oda nem tudsz menni nagyon, tehát oda nem lehet turistáskodni, meg szafari programot írni. Van egy rész, ami tükörsima, ami szintén egy atomháború következménye volt.
és az indítatás hegye, ez volt tulajdonképpen a sínai hegy, az irányítás hegye, ami később a háború után átkerült a Sion hegyre, az pedig aztán tudjátok hol van, ugye? Az Jeruzsálemben van. Persze. Ma a templom hegynek hívják, én nem másnak hívom. Akkor meg kell mindenkinek állni egy pillanatra, hogy most milyen korszakban élünk, mert én szerintem egy rendkívül fontosban. A váltás, itt nem csak korszakokról kell beszélni, hanem tudati váltás. Én szerintem az, hogy rezgés, azt nagyon sokan sokszor használják, de igazából nem biztos, hogy érti, hogy miről beszél. Ezek a helyek, mint például a különböző lejáratok a ballangokba, és szerintem nagyon sok ballang van, nem? Hát csak nézzék meg ott, ahova voltunk, meg ahova megyünk, a Kalotaszegi. Hát az minimum, hogy egy ilyen hely. Az minimum egy ilyen hely. Mert az a civilizáció, az levonult. És nem azért vonult le, mert félt, hanem mert az ideje nincs most itt. De ez a civilizáció föl fog jönni. Ami viszont nagyon fontos, hogy a felszíni humanoid civilizáció meg kell értse, hogy vagy megérti, és egy, mi úgy hívjuk, hogy magasabb rezgésre, de inkább úgy hívom, hogy magasabb tudatszintre, tehát a tudásnak, én a tudást tekintem annak, hogy magasabb szintre kerül, hogy méltó legyen ahhoz, hogy amikor az alsó szint feljön a felszínre, akkor az nem egy ütközet, nem egy megrémülés, nem egy összecsapásnak lesz a megkezdés pillanata, hanem egy felemelkedett találkozásnak. Már pedig kétségem nincs, hogy ez jön most. Rengeteg anomália van, rengeteg furcsa dolog van. Én úgy gondolom, hogy ezek a szervezetek, meg ezek a társaságok, amik ma csinálják, amit csinálnak, ezek nagyon-nagyon végórákba járnak. Nagyon-nagyon végórákba járnak. Mindent elkövetnek, hogy te féljél, mindent el fognak követni az, hogy te valami olyan tiszteletet adjál, amire ő neki szüksége van, és ami még nagyobb szüksége van ennek a társaságnak. És ezért mondom nektek a szétet. A ti félelmetek, a ti szenvedés energiátok. Mert mint minden energia. És ha azt hiszi valaki, hogy ez véletlen, hogy a Földön ma ilyen élet van, és az úgynevezett a javadat mutató dolgok, hogy például ez a széndioxid hatás. Gyerekeket, egyszer nézzetek rá bizonyos szituációkra, a széndioxid nagyon jól elmondtad, hogy miért kell a növekedéshez, a fejlődéshez, az élethez. Ha most ezt kiiktatjuk, mondván, hogy ez kártékony, és telerakjuk az esőerdőket, kivesszük, amik termelték, mindenki tudja, az a föld tüdeje volt, az Amazonas végén a föld tüdeje, és helyette telerakjuk pálmafákkal, és akkor majd klassz pálmaolajat, meg pálmazsírt fogsz tudni enni. Nagyon helyes dolog, ez biztos. Csak kérdés, hol lesz ebből ez a te életed? Azért tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy ezeket a felvezetéseket, meg ezeket, amit az András mond, ne tekintsétek úgy, hogy ez egy kis történelmi visszatekintő, ez mind játszódik ma. Csak ma mások a szimbólumok, ma mások a képek, másképp mutatják. Hisz azok a civilizációk nagyságrenden előttük van, akik ilyen dolgokat építenek, akik meg tudják hajlítani az idő szövetét. Már pedig meg tudják. Ott nem kérdés, hogy ott milyen tudás van. De ez a tudás bennünk is ott van. Csak kérdés, hogy az ember tekinti-e méltónak magát erre? Ma nagyon sokan próbálnak fejlődni tudatilag. És én azért is használom, mert ugye itt azért nagyon-nagyon sok olyan dolog van, hogy előző életek, meg jövőbelátás. Ezt nagyon sokszor próbálják most az embereknek megmutatni, csak egyetlen egy dolgot kihagyunk, hogy még megmutatod, van-e ismerete annak, akinek megmutatod, hogy mit lát? Mert mi a fenét érsz te egy múltbeli, meg egy jövőbeli rálátással, pillantással, megtapasztalással, ha azt se tudod, hogy kit, mit, és mit tegyél, és hogyan. Egyáltalán
hogy jelentkez be annál az entitásnál, vagy annál az energiánál. Itt óriási tömeg veszi körbe ezt a Cezárt, Predet, és csak az őnek ez mindenek engedelmeskedik. Csak az a kérdésem, hogy biztos, hogy nem lett volna a felszínen olyan ember azon a területen, akinek a kezét engedelmeskedett volna? Nekem van egy... Megadom a választ, mindjárt. Biztos, hogy rengeteg. Biztos, hogy rengeteg. És tudod, kik azok, akiknek a kezébe van? Nem csak a magyarok. Az rá méltók. A terület. Területen élők. Hányszor mondom el nektek, bárhol él bárki a földön, gyere haza, mert kezedbe van a védjegyed. Ott nem élsz vele semmit. Ott csak azt éri, érted el, hogy ez a matek. A pénz. Közben meg a legfontosabbat nem tudod használni. Ez a terület, amikor megnyílik, és én Erdélyt nem tudom először mondani, hogy az egész Kárpát-medencét mindenhol megnyílik mindenkinek minden. Nem véletlenül a legtöbb jelenés van, nem véletlenül, hogy a legtöbb megtapasztalás van, nem véletlenül, hogy az itteniek magyarázzák el a világ bármelyik pontján, hogy mit látnak az ott lévő leletekben. Nem véletlen, hogy ide jön mindenki, és ezt próbálja megszerezni, de egyet tudni kell. Akár mennyire is próbálják megszállni, akár mennyire is próbálják leuralni, nem engedelmeskedik neki a terület, mert az csak annak, akit oda tettek. Tehát a Kárpát-medence népe, az már túlmutat a székelyek őrző csoportján, az egész Kárpát-medence népessége őrző a területnek. És a területet azért kell őrizze, mert a kulcsa annak az emberiség és a Föld megújulásának. Mert amikor ez aktív lesz, és az a holografikus kivetítés megmutatja, hogy hogyan tovább, akkor meg lehet nézni, hogy mindenkinek vissza kell haladni onnan, ahova idejött, vagy ide zavarták, vagy ide csábították. Tehát itt majdnem garantált, hogy semmilyen náció nem tud megragadni, akár mennyi pénze van, akár milyen szándékkal jön, mert a terület nem engedi. És akkor még nem beszélek az időről, amely viszont megketyeg. Úgyhogy ez szerint hallgassátok ezt az egész történetet, mert mindig képzeljétek be magatokat, hogy te is lehetsz egy Cezár Bred, teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi, fiatal vagy idős, csak a kezedben van. És hogyha tiszta lenne ma a felszínen lévő világnak a szándéka, akkor nem befalazod, nem bebetonozod, hanem azt mondjálád, amit nekünk a legutóbbi úton ott az a buszba, az a sofőr mondott. Ugye? Helybéli román. Magyarok, úgy örülök, hogy ti jöttök. Ez a hely értetek van. Rátok vár, nektek van dolgotok vele az egész Kárpát-medencével, az egész Kárpátokkal. De nekem se nem volt érdeke, se nem volt hízelgés, se nem. Semmi nem volt. Látjátok, mit számít az, amikor valaki érti a helyszín? Onnantól nincs román. Ott nincs román, meg mit tudom én. Tudod, mi van? Ember. Ha ezt ő megértette, ezek az emberek valók igazából tanítani. Ezek. Igen. Ezek az emberek tanítanak. Pici buszba ülő ember tanít, a katedrán ülő meg hülyít. Tudod? A parlamentben lévőről, amikor bárhol ülnek a világban, nem is beszélek. De ő neki nem is dolga, hogy tanítson. Neki az a dolga, hogy végrehajtsa azt, amit neki adtak. Neked meg az a dolgot, hogy nézzél már bele egyszer a múltadba. És ezek a helyszínek, amikor kivetítenek, és ott megpillantod, és akkor ez a kérdésem tér vissza, András. Mikor jön az a pillanat, amikor Cezár Bred nyíltan azt fogja mondani, hogy most megszólítom a rá méltókat, nem kell nagyon messze menni. Az egész Kárpát-medencében ott van, aki ide született. Aki genetikailag igazolva van, itt van. Tehát, és ide született. Ezt nem lehet tusolni, ez a dolog el fog érkezni, és akkor meg kell érteni, hogy nincs gyűlölet, nincs harag, nincs semmi. Egyetlen egy dolog van. Vedd vissza azt, aki ami a tiéd. Meg aki vagy. Így van, úgyhogy erről van szó.
Teljesen egyetértek. Gondolom, hogy mindannyian egyetértünk. Miklós jól összegezi a dolgokat. Persze, hogy sok olyan részlet következik még. Jó, mehet. Most te mit csinálj? Kedves testvéreim! Hallgatni is nehéz lesz, amit mondok majd, és nagyon próbára teszi a tűrőképességet, de ne gondoljátok, hogy nekem könnyebb dolgom van. Először is a világ magyarságába megjelent az utolsó számba egy segélykiáltás. Érdekes módon majd nagyon hamar rájöztök, mennyi köze van az előadáshoz. Nem szándékoztam beszélni vele, most villan be. Azt mondja, ez az írás, élem már kell a pápa. Na nem az. Tisztelt társadalom! Ha nincs segítség, a méhészetnek itt a vége. Nagy István agrárminiszter kijelentette, hogy az EU vezetősége majd csak akkor próbál meg tenni valamit, ha majd a méhek beporzást nem végzik el. Ugye tudja mindenki, hogy mit jelent ez? Hát megvárják, még a méhek kipusztulnak, és ebben a pillanatban, mikor a porzás megszűnik, 4 éven belül az emberiség kihal, és minden élő. A méhészek segélykiáltása. Nagyon komoly szakemberek írják alá. Nem még idézek. Elég ez, és nem akartam ijeszgetni senkit. Az EU megvárja, mi kihalnak a méhek. Azért van egy vigasztalás. Nem az EU-ból áll a világ. Hogy ez a gyülekezet, ez a gyülevész gyülekezet megmeri engedni magának ezt. Persze, hogy majd felelnek. Mondjak egy jó hírt. Tegnap olvasom, hogy Putyin, Oroszország elnöke, adott egy dekrétumot, hogy mindenki, aki óhajt Oroszországba, 1 hektár termőföldet kap önellátási céllal, magot, mezőgazdasági eszközöket, mindent, hogy segítsék az önellátás rendszerét. Ezelőtt 20 évvel ugyancsak Oroszországba jött egy dekrétum, hogy mindenki, Oroszországban itt előre bocsátom az megértés kedvéért, hogy ottan a dácsázás az, ami nálunk a hétvégi házaknak a története. Emlékezünk a csodálatos Kádár korszakra, ahol mindenki ezeket a play bungalókat csinálta, volt egy kis kertje, volt, ment kapirgált, ment horgászni, meg tudom én. Ez a dácsa rendszer most 20 éve az orosz kormány ráerősített, és Moszkvából a felmérések szerint 1,5 millió ember kért dácsának való helyet.
100 kilométeres körzetbe, és minden városból. És elkezdték tudni a földet. Nem kevés szerepe volt a történetben arra a híres szibériai hölgynek a történetére. Anasztázia Biza. És vissza a természetbe. Az ember előbb-utóbb ráérez, hogy a természet része. Nem uralója, csak része. És a magyar nyelv, a magyar szellemiség, de leginkább a nyelvbe tetten érhető a mellé rendelés szerepe. Nem vagyok felül, se alul. Egyenrangú vagyok. A teremtésbe minden létező egyenrangú. Másfél millió faj lakik ezen a bolygón, rajtunk kívül. Ki az, aki azt meri képzelni magáról, hogy magasabb rendű? És meg is van a válasz. Miklós barátom. Csak úgy megpengette a magasakat. Szett fáraót. 5000 éves történet, Abu Szimbel. Kísérletek. Génterápia. Egy új ember. Ma ennek isszuk a levét. Ennek az önkiválasztásnak. Elszakadtunk a természet törvényétől, a mellérendeléstől, az alázattól, a tisztelettől. És elszakadtunk mindentől, amit Vas Albert úgy jellemez, hogy emberséges ember. Ha küldetésünk volt, az nem a minket körülvevő világról szólott, hanem a velünk egyenrangú, kicsit alacsonyabb szinten élő emberek, mert voltak. A méhek. Példája. Egy nagyon intő jel arra, hogy mire képes a mostani vezetőnek nevezett réteg. De ahogy mondom, ők egy nagyon kicsi kisebbség. Vannak olyan eszközeik, nem mostantól, már nagyon régen, 5000 évtől errefele, mert a kedves barátaim, eszembe jutott Mária Gimbutas. Egyik legnagyobb történesze valaha a Földön élt. Kutatta az 5000 év előtti, tehát az özönvíztől 7000 évet. Mária Gimbutas az Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának volt az elnöke 15 évig. Lett származású. Ő azt találta, hogy az özönvíztől időszámításunk előtt 5000-ig a Földön nem volt háború. Eszközök se voltak. Ebbe a periódusba az emberiség anyajogú társadalmak vezetése alatt élt. Említettem, ugye? Emlékszünk? Ez a példa csak megerősíti. És meg is adja az irányt, amerre kell menjünk. Hogy a méheink megmaradjanak, követni kell az orosz példát, ki kell menni a természetbe, meg kell termelni magadnak az önellátás alapjait, vissza kell kapcsolódni a természetbe. Meg kell ismerni a növényeinket, a madarainkat, minden élőt, mert részei ennek az egész fantasztikus körforgásnak.
El nem képzelitek, milyen módon. Egyet mondok ezekből. Képzeljétek el, hogy a Föld egész növényvilága össze van kapcsolódva egymással. Tudtátok? Jó, örülök neki. Emberek, mi mikor leszünk? Mikor jutunk egy közös nevezőre? Mi állít meg, hogy akár ebben a pillanatban ne? Megmondom én mi. Az iskola, amit végeztettek velünk. A hamis tudás. És ebből, tudjátok, mi történt? Lelkiismeret furdalásunk van. A kényelem mellett. Ez az a pillanat, amit említ Miklós. Meg van győződve, hogy ennek vége kell legyen. Mert a természet törvényét nincs az a faj, nincs az a tudás, amelyik fölülírja. És kötelező módon vissza fogunk térni hozzá. Alázatra van szükségünk, és tudásra. Ez a kettő egyúton jár. César Bradot emlegetted, Miklós, nem egyszer. Akkor engedjétek meg, hogy felolvassak két részletet César Brad véleményéről, az egész Bucsecsi történetről. És ő visszatekint egészen a 80-as évek közepére, mikor már 18 évesen főtiszti rangba végezte a munkáját. 18 évesen. Főtiszt, őrnagy. 3 év múlva ezredes. A következőket mondja. A Bucsecsi történet kapcsán. Idézem. Saját fordításom. Államunk érdekein kívül álló tényezőkkel próbálták meg ellenőrizni a bázist, a nulladik osztályt mármint. Szerencsére politikai és adminisztratív apparátusunkban még mindig vannak nagyon fontos emberek, akik ma már ismerik a világ szabad kőművességének szörnyű mesterkedéseit. És hevesen ellenzik ennek befolyását, különösen a Bucsecsi hegységben történt nagy felfedezések ellenőrzésében. Egy ilyen ember, aki egy ilyen kijelentést tesz, szerintetek milyen lelkületű ember? Mindjárt fűzök hozzá magyarázatot. Egy második idézet. A Bucsecsi hegységben 2002-3-ban, itt már jelzik, 2002-3, történt rendkívüli felfedezések, jelenleg ezek jelentik Románia legnagyobb államtitkát. Vannak olyan érdekcsoportok, amelyek a nemzetbiztonság legmagasabb szintjéről szeretnék átvenni a döntési irányítást, különös tekintettel a Bucsecsi felfedezések kapcsán. Aha. Csak idáig. Onnantól César Brad jön. És most következik egy nagyon érdekes történet. Miklós nagyon érdekes módon nem tudta, hogy mit fogok én mondani, de ráérzett. És a kis felvezetőjébe beszélt Jézusról. Valamit Miklós, mintha kapiskálna.
Kedves barátaim, az év elején, az év végén, már december, novembertől, nem tudtam a csodálkozástól hova lenni. Olyan dolgokkal találtak meg engemet a tudatlanabb internetes valakit, aki csak úgy vaktába kabált és valamit talált, mint a vaktyúk, mert az is talál szeget. Na most már én így vagyok az interneten. Ennek ellenére olyan csodák kerestek meg. És nem hiszem, hogy a feleségem szép szemér, mert az ő nevén mennek a dolgok. Nekem nincs is. Csak egy ilyen gombos valami. Bőven sok. És olyan csodák találtak meg, amiből felolvasok egy néhányat. Sajnos csak románul jelent meg, videófelvételek, amit olasz tudósokkal csináltak, oknyomozó olasz riporterek. És ez az olasz sajtóban, az olasz nagy médiában megjelent. Tehát november, december, január, február. Aztán februárban elfújta a tavaszi szél az egészet. Azóta se találom nyomát se semminek. De miért találtam meg ezt a négy filmet? Megnéztem 10-szer. Mindegyiket. Nem tudtam lekapcsolódni róla. És a magyarázat. Első film, és a legfontosabb szereplő Giorgio Caria. Ez a milánói valami vallási egyetem, de nem mondom meg most a nevét, tudományos kutatója. A következőt nyilatkozza egy interjúban. Jézus, Urunk, reinkarnálódott a Földön 1951-ben. És ezt egy órás riportba, gyönyörűen megindokolva, több nagyon rázós kérdésre is azt a választ adja, de legalább egyszer, nagy hallgatás után, hogy igen, ő is találkozott Jézussal. Van egy másik, ebben a csoportban, aki azt tartja fenn, hogy Jézus visszamaterializódott, tehát nem született, hanem visszatestesült magyarán a Földre 1951-ben. Egy másik csoport, annak pedig a vezetője egy olyan úgynevezett Giorgio Bongiovanni. Ez is egy tudós kutató. Mindenbe igazolja Káriát. Egyben nem egyeznek. Ő azt mondja, hogy 1971-ben testesült meg Jézus. És csomó indok, egy csomó demonstráció, meg ezek nem hitbeli tételek. Ezek az emberek nem papok, nem vatikánisták, nem kergetnek illúziókat. Teljes komolysággal állítják, amit mondanak. Nem tudom bizonyítani, mert ahogy mondom, legkésőbb márciustól eltűntek. Nem tűntek, de hogy is, ha nem varázslók, eltüntették a varázslók. Itt van ez a két dátum. A második dátum érdekes. 1971. Miklós, most figyelj! 1971-ben Csángóföldön megszületett César Brád. Rendkívüli születésű gyerek. Ilyet nem láttak szülészorvosok. Nincsen sehol a szülészet vagy egy zugába ilyen említésre méltó történet. Annyit, hogy ez a szülés úgy zajlott le, hogy a közönséges család emberek gyereke, hogy a köldögzsinór,
3 cm vastagságú. Orvosi eszközökkel elvághatatlan. Valami olyan aranyszínű fém volt, amit nem tudtak kezelni. Míg végül lakatos szerszámokkal. Most tudjuk, hogy mi az. Vagy erővágó, vagy sikító, vagy valamivel. És megőrizték a köldögzsinort, és abban a pillanatban a szülészorvos kihívta a biztonsági szolgálat vezetőjét, aki maga volt Rudán nevű úriember, aki akkoriban a parapszichológiai osztály, érzékelésen túli osztály vezetője volt. És már akkoriban ott volt ez a Xien, a kínai, azonnal megnézték a gyereket. Onnantól kezdve a szülőknek elmondták, nem éppen abban a pillanatban, nyilvánvalóan egy idő után, hogy erről mondjanak le, mert rövid időn belül a gyerek fejlődésének a függvényében el lesz éve. És átmegy ezeknek a pszichológusoknak, parapszichológusoknak a kezelésébe. 10 éves volt a gyerek, mikor végleg elszakították. Akkor már arra volt képes, sok csodát ír le a könyv, de én csak egyet mondok, 10 éves korában a végében ez aztán döntötte el a sorsát, az elválasztásra a szülőktől. Képes volt, lótusz ülésbe ült nagyon sokat elmélkedett. És csodálkozott a szüleim, meg mindenki máson, hogy ti nem gondolkoztok? És lótusz ülésbe azon vette észre magát, olyan szintre ért el, hogy mindenféle beavatás nélkül uralta a levitációt. A levitáció az a bizonyos okkulttudásnak egyik fajtája, ami megszünteti a gravitációt. Semlegesíti. Mint olyan, azt találta, hogy a fejével neki ment a plafonnak. Egyszerűen felemelkedett. Aztán jól érezte magát ottan, míg az anya bejött, és nézi, hát nincs az ágyon, hú van. És akkor leesett, mert zaj, meg egyebek. Onnantól kezdve a szülei tudták, hogy elvesztették, soha többet nem találkoztak. A szülei vele. De a képességei alapján ő mindig látta a szüleit, tudott beszélni velük bármit. Ezt a későbbiekben leírja a könyv. Tehát nem is volt szüksége, mint olyan. Amit aztán ott a érzékelésen túli osztályon kapott, volt egy érdekes megjegyzés, mert tanulmányozták ezt a gyereket. A tudósok, akik tanulmányozták, többet tanultak tőle, mint amit ők tudtak volna nyújtani a gyereknek. Ebben a gyerekben bele volt kódolva minden. Minden. Rendkívüli dolgokról mesél a könyv folyamán, egyes dolgokról, de nagyon-nagyon evazív módon, tehát ugye nagyon elkerüli a lényeget, de voltak olyan történetek, amik őtet nem Románia parapszichológiai tudásának, vagy okkultista tudásának az élére, hanem a világ legmagasabb szintű okkultista tudásának az élére emelték. Ez az a bizonyos Brád. 1971-ben született. Beszélgettem barátaimmal, tehát én már majdnem egy éve tartok ilyen előadásokat. Ahogy fejlődtem, és ahogy fejlődött az anyagom, most vagyok itt. Ez nem úgy van, hogy ezt én megtanultam egy nap, aztán csoda vagyok. Nem. Ez egy folyamat. Ide tudtam feltornászni információkkal, mindennel, összekötni bizonyos dolgokat, szerény képességeim szerint, de szerintem nem annyira szerények, hogy szégyelném magamat miattuk. De az tény, hogy én azt látom ebben a Jézus történetben,
nyugodtan tegyük fel a kérdést, hogy Jézus születette meg ennek a Cézár Bradnak a szemébe? Na, itt kezdődik az igazi science fiction. Mondhatni rossz indulattal bárminek is. Józan ésszel, ismerve a történeteket, ismerve ezt a világra szóló felfedezést, ami a miénk. Először, másodszor és harmadszor is. De azért nem kell félteni, mert például ott van ez a Cézár Brád történet, ami, amint hallottuk az előzetesbe, milyen véleménnyel van, és kik védik, mint olyan, nem véletlen semmi. Én nem török lándzsát amellett, hogy ő volna Jézus urunk. De szívem szerint azt mondom, hogy ő az. Jézus urunk, ahogy már akkor az elején elmondtam, ugyebár Jézus urunk történetét, a Sanhedrin tiltását, hogy beengedik-e a templomba. Mit mond a Sanhedrinnek a vezetője? Te Nimród véréből vagy, magori mágus. Nem tudom, gondolom nem kevésnek itt közülünk van fogalma arról, hogy mi a mágus. Jézus anyja és családja mind-mind legmagasabb beavatású mágus minőségű emberek voltak, akik évszázadokon keresztül megőrizték azt a bizonyos genetikai vonalat. Megőrizték azt, amit telegóniának neveznek. A tisztaságot, a szűziességet. Ők voltak az rossz értelmezett adiabenei hercegi család. Nem adiabenei, hanem ázsiabeli. Így magyarul érthető. Ázsiabeli hercegi család. És azok a mágusok, akik eljöttek Jézus születésére, tudták már hónapokkal, mert ugyebár a pártos birodalomból jöttek, szintén mágusok voltak. Ez az a magas szintű beavatotti tudás. Jól mondja az a bizonyos idézet, hogy te magori mágus vagy. Sokkal több van mögötte, mint amit mi megérthetünk. Én bízom abba, hogyha nem is a történelmi Jézus, mert miért ne? Azon a szinten, 5-ös, 6-os, 7-es szinten bármit meg tudok csinálni. Időutazó vagyok, pénz vagyok. Ismerve azt, hogy az amerikaiak hogy viszonyulnak. Az amerikaiak így viszonyulnak, teljes alázattal, amit tőlük nem várható. És félelemmel. Mert hogy ez az ember nem egyszer demonstrálta, hogy belelát a titkaiba. A legtitkosabb titkaiba. Mert elkövetett egy néhány idő és térugrást. Volt, hogy akarta, volt, hogy nem akarta. És beletrafált. Le van írva a könyvbe. Most a Bogár Laci, tisztelt, nem barátom, de tisztelője vagyok, szavaival élve, nincs rá szótárba szó leírni azt a tudományt, amivel ez az ember bír. Azért a megfogalmazása a könyvnek nagyon helyes, akkor azt mondja,
hogy ő egy garancia megőrizni román felhatóság alatt ezeket a csodákat. És ha Jézusról van szó, akkor most engedjétek meg, hogy énekeljek nektek egy harcba hívó népdalt. Emlékszünk arra a dalra, népdalra, hogy most kell menni, most kell katonának? Na ugye. Élelmes magyar előadók írtak rá egy másik szöveget. Összefügg Jézussal. Emeld fel a szemedet az égre, hajnal csillag ragyog a sötétben. Fölragyog a hajnal csillag, ne aludjál, mindjárt nappal vír. Fölragyog a hajnal csillag, ne aludjál, mindjárt nappal virad. Most kell menni újra katonának, új sereget gyűjt az úr magának. Oda megyek illatosan, hajnalpirtól harmatosan nála. Oda megyek illatosan, hajnalpirtól harmatosan nála. Segítség jő, de nem a puszta felől, szabadítunk, de nem nyugat felől, nem nyugatról, s nem keletről, érkezik a segítség felülről. Nem északról és nem délről, szabadítunk, jön onnan felülről. Emeld fel a szemedet az égre, hajnal csillag ragyog a sötétben. Fölragyog a hajnal csillag, ne aludjál, mindjárt nappal virag. Fölragyog a hajnal csillag, ne aludjál, mindjárt nappal virag. Köszönöm szépen. Beiktattam ezt a kis dalt. Most egy pár hete hallgattam meg egy internetes valami üzenetként. Küldte valaki a Székelyföldről. Köszönöm neki úgy is. Amúgy is tetszik. És miért ne? Az egész kultúránk erről szól. Csodálatos kultúránk van. Még egyszer hadd ismételjem meg magamat, nem szoktam, de ez a Jászdi Imre féle posztulátum megkerülhetetlen. A világ történelme a magyar kultúrának csak egy kis szelete. Ez adjon erőt, bizalmat nekünk. És akkor haladjunk, mert haladni kell. Lássuk, igen, itt ezeken átmentünk, bam, de van itt egy nagyon érdekes dolog, amit ki akarok innet emelni, mert azért egy kicsit hektikusan mentem, hol elől voltam, hol hátul, de azért magamat nem haladtam meg.
Igen. Beszéljünk a képek alapján a történetről. Amint láttuk, ez az a bizonyos Szent Hegyeknek a csoportja Dél-Kelet-Kárpátokban. Itt még fűznék hozzá egy kis történetet az érdekesség kedvéért, és pedig az a következő. Ebbe a hegységbe két népcsoport lakik. Az egyik a gugulánok, a másik a momurlánok. Magyarul a gugulányai és a momirlányai. Minden magyar amúgy. Ezek nagyon ősi dák törzsek. Még úgymond szerintük agatűr sok idejéből. Ez legalább az özönvízig visszamegy. Ez a két népcsoport a délkeleti Kárpátok délkeleti felébe laknak a momurlánok, és a Kudzsíri, vagyis a Retezáttól északra a gugulánok. Itt járja egy legenda. Azt mondja, rengeteg az utóbbi 30 évben kincskereső ember keresi fel a vidéket. Mindenféle egy csodálatos eszközzel, ilyen érzékelőkkel mennek és kotorásznak. És hát elég sok közülük soha még a világ nem megy vissza a környékre. Olyan állatokkal találkoznak, olyan lényekkel, hogy le se tudják írni, vagy a rémülettől nem ismernek beszélni. Számtalan ilyen eset van az utóbbi 30 évben. Számtalan. A vidéken élő emberek ebből a törzsből, a gugulánokból. A momurlánokról is sok mindent tudok, de ez az egyik érdekesség. A következőt mondja. Nem kell kincset keresni érzékelőkkel, csánykányokkal, szerszámokkal, hanem azt mondja, aki kincset akar találni, az először is legyen egy tiszta lelkű ember. Menjen oda bizalommal, tiszta szívvel, és figyelje a környezetet. Megkapja a jeleket a fáktól, a madaraktól, és a tiszta szívű ember. Ezek a jelek elvezetik a kincshez. Nagyon tanulságos. Nagyon okos népek élnek ottan. És nagyon büszkék az ősiségükre. Nagyjából románul beszélnek, de a falu, ahol ez a riport elhangzott, talán 8-an vagy 10-en beszéltek, a 8-ból 7-nek magyar volt az ősi neve, az alap, a családi neve. Magyar. A momurlánokról ezt pontosan nem tudom, de a temesvári televíziónak az adásaiba érdemes belekukkintani időnként, csodálatos dolgokat mesélnek, mert hát Temesvár ugyebár a főváros a Bánátnak. Ennyit erről a kincskeresésről, aki oda akar menni, nagyon tiszta szívvel menjen. Amúgy mindenre jellemző. Na hát itt van, az egyezményes őrzővédők. Az amerikaiakról annyit tudok, hogy most az utóbbi időben az ukrajnai konfliktus kapcsán, mert addig is itt voltak, tehát 2003-tól nem kérdés, a megállapodás értelmében, de 2002 éve vagy 2003 éve ide vezérelték
a 201-es dandárt. A 201-es dandár az a lándzsának a csúcsa, az amerikai hadsereg szempontjából a legveszedelmesebb, legmagasabban képzett támadó hadsereg. És nem csak gyalogosok, hanem ezek megtámogatva a technika minden vívmányával. Nagyon vigyáznak. Nincs is szükség sehol a vidéken nem találni román katonaságot. Éppen ezért az ilyen amatőr videózók a tiltott területen mászkáltak, azt már tudták, és nem fordítom le, mert ha azt kéne csináljam, hogy ne fordítsam le a káromkodásokat, akkor végig néma kéne maradjak. Hát körülbelül így néz ki az ő filmjük, hogy mi van itt ebben az országban. És akkor még kérdés, hogy egy parlamenti képviselő, szenátor ilyen kérdéseket tesz fel az államelnöknek? És akkor az se kérdés, hogy az államelnök miért nem válaszol. De miért válaszolna, nem? A kártyák ki vannak osztva. Más játékot nem lehet játszani. Helyes? Lépjünk. Na, kedvencem. Na hát itt lesz a szó a célpont, célkereszt, egyes száma vagy nulladik száma az a lényege a célpontnak. Méghozzá ez a titokzatos egyatomos arany, ahol jól látszik ez a kép Matek Kamiltól. Jól látszik az amfora, az igazi, jobb oldalt, ő, és egy bizonyos rajzolat, amiről van szó. Ez pedig az atomikus megjelenítése, tehát nagyított megjelenítése annak a bizonyos egyatomos aranynak. Ebből készítették már az ókorból is, és főleg itten a sínai hegységbe, a kolostor fölött volt egyik legnagyobb központja. Ide megint elértünk ugye a sínai félszigetre. Bizony nem egyszerű dolgok vannak ott. Az mindig is az egyiptomi birodalom része volt. A fáraók különös figyelemmel is felügyelettel figyelték és vigyázták a hegyet, mert ott készült a semona. Ott készült az a bizonyos aranypor, ami a fáraók beavatásához alapanyag volt. Mint olyan. Biztosította nem csak azt a bizonyos magas szintű éberséget és kommunikációs készséget, hanem a hosszú életet is. Emlékszünk a bibliai írásokból, habár én azoknak majdnem semmi értéket nem adok, de azért ott vannak. És majd alátámasztom is, hogy miért. Minden mitológia nagyjából igaz, minden, amit tanítanak, hazugság. Ez volt César Bradnek egyik legfontosabb megállapítása, miután tanulmányozta az egész tudástárt, ami a vetítőteremben van. 50 karátos aranyból készült, csak nagyon magas tudású, alkimista tudású mesterek készíthették, és két finomság, két készítési módja volt. Az egyik, ami speciális tartályokba, serlegekbe, nem tudni, hogy, de az biztos, hogy kellett hozzá az arany mennyiséghez, amit a serlegbe helyeztek, egy óriási erőforrás. 6000 fokos hőforrás. Amivel ezt az aranytömböt, mennyiséget megütötték, úgymond, ami szenzációsan erős fény és hang hatásokat produkált, de viszont, ha egy ceruzát vetetek a közepébe, az állva maradt. Tehát nem fizikális értelemben vett robbanások voltak, hanem ilyenkor az ott lévő aranymennyiség
elvesztette 55%-át, átment egy párhuzamos dimenzióba. A megmaradt 45% volt az a bizonyos por. Aminek viszont két formája, létező formája volt. Egy pillanatban. Minden pillanatban. Anyagi és hullám. Hát ez nem semmi. Szinte tapinthatatlan. Hát egyik formája, ha innen nézem, fény, ha másik oldalról nézem, anyag. Ez az a bizonyos semana. Csak a mestereknek volt megengedve, a legmagasabb szintű mágusoknak, vagyis alkimista mágusoknak, mert itt vannak kategóriák. Ők más dolgokat is tudtak produkálni, mint például a dél-amerikai Taos barlang csodálatos, aranyműves készítményei. Azon kívül tudták például azt, hogy egyenes felületekre domborműves írásokat, akár mind itten tűnik, fantasztikus ornamentációt. Tehát ez a titok a kezükben volt. Mint ahogy a szabadkőműveseknek, jó értelembe véve, az építkezés titka volt. Azt, hogy lekoppintották, és szabadkőművesnek nevezik magukat, ezek a bizonyos pénzügyi körök, közük nincs a szabadkőművességhez. Esetleg az aranybornyúhoz, annál több. Amint látszik, ez egy csodálatos dolog, az egyik volt tehát az egyik készítési módja, a megütése, magas pin elérés. Na most ezt a fizikában nem tudom, ki tudná értelmezni, de én még tudnék mondani más dolgokat. A hatása pedig, azt úgy lehetne egy mondatba elmondani, hogy a hatása, tehát az egyatomos aranyliszt hatása stimulálja a sejt és idegszintű energiacsakrák működését, ilyen mód felgyorsítja a fiatalodás folyamatát, fenntartva azt. Két oldalas literatúrán van erről, de ennyit erről. Az Anunnakik, akik ezt meghonosították a Földünkön, ők csillagtűznek nevezték, és mikor elmentek ezelőtt 2000 évvel, el is vitték magukkal. Tehát a tellurikus aranyból készített semana, az csak erdélyi aranyból készülhetett bárhol a világon. Mert tellurikus arany nincs a Földön, csak Erdélybe. Norvégiában még van egy picike. Másik előállítási módszer a piramis effektus. Következőképpen működik. A piramis most már tényleges, vagy egy kisebb méretű piramis, az effektus ugyanaz. Viszont vannak itt arányok. Mindig az arányosság, szerintem a szabadkőművesség, az okkultizmus, az alkimista világba, az arányok a legfontosabbak. Itt van egy aranymetszet szabály, ami mindenre érvényes. Ismerjük? Akkor aki nem ismerje, azért mégis elmondom. Annak, aki tudja, meg nem árt, ha frissít. Tehát az egyharmad úgy viszonyul a kétharmadhoz, mint a kétharmad az egészhez. Ez ilyen egyszerű. Ennek van matematikai formulája, meg egyéb más. A piramis egyharmad magassága alá helyezett, mondjuk egy malomkőnyi kőlapra helyezett aranymennyiség, mennyi fér oda el? 50 kiló. Az a malomkő ki van vésve körbe egy érrel, egy árokkal, és van egy lefolyása. Na, tesznek egy edényt. A piramis effektus az aranyból, az aranyat arra készteti, hogy izzadjon. Na fene. Hát pedig ez pedig így van. A piramis effektus egy rendkívüli érdekes, nagyon alacsony szintű rezgés tartomány, energiatartomány,
mint Avril. Tudjuk mi az? A németek által használt repülőeszközök megépítésének motorjának a mozgatója Avril. Önvédelmi energia. És ez az energia piramisok működéséből kihozza, hogy ebből az aranyból egy bizonyos izzadás történik, egy nedv kezd szivárogni, ami az érdekes, hogy nem tapasztaltak anyagi veszteséget. Na tessék! Tessék úgy izzadni, hogy ne csökkenjen a súlyod. Pedig ezt csinálja. Ennek a bizonyos aranyharmatnak a hatása pontosan ugyanolyan, mint a semanáé. Hát én azt mondom, hogy honnan tudom. Elmondom őszintén, és a tudásomnak, ha ezen múlik, itt vége is szakad a lényege. Van nekünk itt, volt nekünk itt a hírlapkereskedelemben egy olyan újságunk, úgy hívtak, negyedévente megjelenő leleplező. 25 éve indult, sok évig 4 megjelenéssel, évharmados, az utóbbi 2-3 évben viszont hát annak a mérete 250 oldal volt, most már ezek átmentek az utóbbi 3-4 évben ilyen 50-60-70 oldalas kis izékre, de megjelent 6-szor egy évben, vagy 7-szer. Én az utóbbi pár évben, szóval az érdekesség kedvéért mindig is olvastam, tehát 25 évtől errefelé, megvan a gyűjteményemben is, legalább, mit tudom én, 40-50 darab belőle. És az idei utolsó számban, ami megjelent a leleplezőből, az utolsó 6 oldalon közölték a Vérvonal című cikket, amit eddig elmondtam, nagy részt ebből a cikkből van. Csak mondjak el egy sajátosságot. Ennek a tulajdonosa Tőke Péter úr, Drábik János egyik kedvenc játszótere, többek között. És áprilistól ez a szám megszűnt. Április-március végén meghalt Tőke Péter. Semmi nem jelezte volna, hogy egy 77-78 éves jókorban lévő ember meg kell halljon. Viszont elolvasva ezt a cikket. Nyilvánvaló. Ezt a cikket nem lett volna szabad megjelentetni. Viszont megpróbált védekezni, én így látom, hogy az ember, Tőke Péter megpróbált védekezni, és úgynevezett kabbalisztikus módszerekkel kódolta az írást. Nehéz szavak. Nem az én világom, de valamit értek hozzá. Már rájöttem, hogy sokszor a leleplezőben lejött legkeményebb cikkek érthetetlenek. Mi van te? Hát nem vagyok én hülye. Hát én magyar ember, logikusan értem. A betűnő kezdődik az ABC, és Z betűnő végződik. Tudjátok, mit csinálnak? Veszik a betűket, szétollózzák, összekeverik, és abban a sorrendben, amiben bejönnek, úgy teszik be a betűket. Ezt csinálják a mondatokkal. Megírják a cikket, kiollózzák a mondatokat, összekeverik, és abban a sorrendben, ahogy összerakják, abba adják ki a cikket. Itt van, mutassam meg, élőbe ezt a cikket, hogy ez így van. Tehát megvan nekem az eredeti változata. Így néz ki. Ez volt az utolsó leleplező megjelenés, utolsó 6 oldala. Megsugom, kedves barátaim, akárkinek odaadom. Nem lesz se boldogabb, se okosabb. Én nekiültem, és kibogoztam a gordiuszi csomót. Egy hétig dolgoztam rajta. Minden mondatot külön. Mi mivel függ össze? Mi hol van? És megírtam azt a 6 oldalas saját kis írásomat. Egyik oldal nem foglalkozik csak ennek a bizonyos
Semanának a történetével, ennek az aranypornak a történetével, mert ez van elrejtve a sorok közt. És még valami. Petri. Ez a név mond valamit valakinek? Petrie. Petrie. Angol kutató, régész. Az 1900-as években engedélyt kapott kutatni a Horeb hegyet. Ami sose volt Horeb hegy amúgy. Felejtsük el. Tehát ezt a sínai hegyet, a kolostor fölött. Megszegve minden szabályt, rájött minden ószövetségi hazugságra. Ide le van írva. Én helyre tettem. Én szerintem nem akarok dramatizálni. De már a tudomásul vétele is egy ítélet. Lehet. Azért nem megyek bele a cikk taglalásába. Nem akarok itt vallási bonyodalmakat senkinek, sem magamnak, hát még főleg aztán Miklós bátornak, meg mindenkinek, akit van. De megtalálható ez talán még ez az újság. De az a rendszer, amiben én letakarítottam, biztos nem. Hát vegye mindenki a fáradtságot, találja meg, írja át a maga arca, képe, jelleme, megértése alapján, és akkor rájön, hogy Biza nem egy életbiztosítás leleplező tulajdonosának lenni. Inkább ne leplezz le semmit. Kedves barátaim! Ez lett volna a csúcsa a dolgoknak, de még egy néhány aprósággal tartozom. Lapozzunk. Itt van Vasile Rudán, akiről beszéltem, itt egy gyűjtőkép van, ott van a stázisba élő, vagyis létező, a Bucsecsbe filmezett óriás. Mellette úgynevezett havasalföldi neve nincs falu mellett egy óriások temetőjét találták, átlag méretük 5,5 méter, 6 méter. Látszik a képen, hogy körülbelül mekkora lények. Alul pedig ugyanez a Vasile Rudánnak a egyéb kutatásai, és jobbról pedig az a aranyos bányai aranytömnek a története óriásostól. Ezekről beszélgettünk. Lépünk. Na, most megint hátra léptem. Jó. Ez egy téridőkapu. A könyvben háromszor is szerepel az a bizonyos térugrásos történet, hogy felmennek például a nyugati havasok egy bizonyos részére, és 2 órás séta múlva a Tibetbe találják magukat. Ezt nevezik téridő ugrásnak. Nem akárkit szolgál ez a tudomány. Ez egy ilyen ugráskapu. Több ilyen helyszín van a nyugati Kárpátokban, az aranynégyszögben és a délkeleti Kárpátokban. Ez a mi világunk, az a része, amit nem tanítanak, nem fogjátok soha megtudni, akár hány diplomát szereztek. Ez más világ. Akarom mondani, ez a világ, ahova tartunk. Akkor visszajövök, mert itt valamit átugrottam. Ó, a Kogályon Szent hegye. Ez az a bizonyos Gurdján magyarul, Gurdján románul, és ott van az a bizonyos tó, amit mai napig is úgy hívnak, hogy Gurade Apa, vagyis víznyelő. Ez a Kárpátok panorámája a Sink felsíkról. Ez szembe a Kárpátokkal körülbelül 30-40 km távolság, az ott innen első jobb oldalán. Ez egy román hadsereg gyakorlótere,
Voltam boldogtalan 2 hétig ott bolyongani, és mint szakács, aki 500 katonának voltam hivatott adni, felelősen enni naponta 3-szor, sikerült ebbe a 2 hétbe egyszer egy makaronit, és egyszer egy teát adni nekik. Nem találkoztam velük. És ők se velem. Ez egy akkora repülő, nem is repülő, hanem gyakorló hadseregek gyakorlatoznak, ott gyakorlatozik az 1-es, 2-es és a 3-as román hadsereg. Repülőbevetések, minden, helikopter, mindent, amit elképzeltek. Ez az innenső fele, ez a domborzat, durván olyan 800 méter magasba ez a fennsík. Gyönyörű kilátás van a Kárpátok gerincére. Baloldalt van a Bucsecs, nem látszik, az tévedés, az nem a Bucsecs, az egy másik hegytömb, és itt van az Olt lefolyása, tehát ez egy 60 kilométeres hegygerinc. A Szebbik felét mutatja nekünk, Erdélynek, a mögötte lévő rész, az több sávból álló, ugyanilyen sziklatömbökből álló 2000 méter fölötti gerincek vannak. Az innenső fele nagyon meredek, aki ott járt, azt tudja. Én ott megjártam. Majd egy külön adásba elmondom azt a történetet, ami a Transfogarasánon történt velem, életem 7 próbája, a Bileám tótól lefele. Mert nem Bilea, hanem Bileám. Ez pedig egy ősi vallás, szent helye. Tehát körülbelül a gátőrzők idejéből, az agattérsek idejéből 20 000 évre visszamenőleg. Aztán Erdély energia csakrái. Így néz ki a feltérképezett energia csakrák tömege. Erdélyben 16 ilyen energia csakra van. Ennek több jellemzője van. És így próbálom sorolni számozás nélkül. Az első. Ezek a csakrák a Fibonacci kör, ugye, ismerős, rajzolatát követik, indulnak mindig északról, a Ünökő, a Csáhlótól, az egy szent hely, minden év augusztus 4-én megjelenik a hegy és a völgy fölött egy óriási piramis itt is, pontosan, mint a Bucsecs fölött, a Szfinx fölött. A Szfinx fölött november 28-án, az Ünökő fölött, a Csáhló fölött pedig augusztus 4-én. Az idén csodálatosan látható volt, láttam egy képet róla. Mind a két képen ugyanez van, ezek az energiacsakrák, egy néhányat elmondok, tehát Ünökő, aztán jön itt a Bucsecs, itt már a hegyek alatt vagyunk, a Bucsecs alsó felén. Itt vagyunk, ez a Polovrács barlang, nem volt időm beszélni róla. Ez volt Zamolxis istenségnek az oktató barlangja. Gyógyító barlang. Egy olyan növényel gyógyított, amit úgy hívtak, hogy pologa. Onnan jön a Polovrács, a pologa varázsa. Ami magyarul a következőt jelenti. Parlagfű. Ugye? Csak egy picike torzítás, és mindjárt más nyelven beszélünk. A parlagfű barlang, a Polovrács, és aztán jön a délkeleti Kárpátok, csoda energetikai központjai, a Szenthegyek, és ez pedig az arany négyszögnek a csúcsa. Ott van egy érdekes felső kép, azt írja ott, hogy Pedurjá bácsulói. Kolozsvár melletti bácsi erdő. Nem akár milyen energiaközpont, és még nem tudni, hogy mi is van. Mert elmondom, mi van a többi alatt.
olyan óriási nemes fém lerakatok. Vagy ez a rész a sóbányák területe. Még van egy rész a Bánátban a grafit lelőhely. Nem csak az arany. Vannak sokkal értékesebb, vagy sokkal fontosabb anyagok is. Ott vannak a Csáhló környékén a nagybányai aranylelő, meg nemesfém lelőhelyek. És egyebek is, egyebek. Ilyen gyönyörűen néz ki ez az egész történet, mint ahogy látszik, hogy a Fibonacci kör vége a nyugati havasok arany négyszögébe végződik. Vagyis pont azon a helyen, ahol az idő kezdődik, és ahol az idő végződik. Cáfolja meg valaki. A piramisokról beszél, a fénypiramisok. A kivetülősiekről? Igen. Mi okozza, és miért pont aznak? Na igen, az energiák kapcsán annyit még kell elmondani, mert itt az energiákról van szó, hogy a Kárpát-medence a Földön létező legerősebb energia sugárzású területe. Ez 40-45 Hz. A Bucsecs tetején, a Sphinx fölött eléri az 50 Hz-et. Ezen a napon. Valószínűleg, hogy a Csahló, vagyis az Ünökő fölött is ugyanez okozza, ez a rendkívüli erős energiamező okozza ezt a bizonyos piramis effektust. De még egyszer mondom, évente egyszer látható mind a két helyen. Viszont gyógyító jellege van mind a kettőnek, csodás gyógyulások vannak, november 28-án emberek ezrei, és azok beteg emberek felmennek a Bucsecsre, és döbbenet, hogy micsoda leírások vannak. Egyszerűen lélekemelő. És nem csak ott. A másik felén folyik ki a Dümbovica folyónak egy barlangból a forrása, ami 400 literes másodpercenkénti folyással, és a világ legtisztább vize, gyógyvize, mint olyan, azt feltételezik, hogy egy ezüst ásvány nyom folyik keresztül, mert az ezüst tudjuk, hogy az semlegesíti a korokozókat, vagy pedig egyszerűen mérhetetlen, mert hogy nagyon is a vetítőterem irányából jön. Itt vannak bizonyos összefüggések. De abban 70%-ban van, amit nem mondhatok el, mert én se tudok. Ilyen egyszerű. Ugyanez a másik történettel is. Van itt egy kihagyott hely, Kolozsvár mellett, kicsit fennebb Szilágyságba, Szilágycse. Szilágycse úgy szintén egy fantasztikus energiaközpont. A legendák szerint, ha említsem meg, itt lakott Buda. Az a bizonyos istenség. Lakhelye volt, talán két évtizedet lakott itten, Szilágy Somlyó mellett. Bizony, a buddhisták ezt nagyon is jól tudják. Lépjünk visszafele. Ennyit az energia tömbökről. Nem lehet az holografikus kivetítés egy bizonyos napon? De akkor megengedik? Nem tudom, hogyha holografikus, de úgy tűnik, hogy valamiféle más energiákat mértek ottan. Tehát ott nem vetíti, hanem ez a különböző, hogy mondjam, a hegység magának a formája úgy néz ki, mint egy antenna, vagyis egy ilyen tévi antenna, tányéros, vagy bármilyen, amelyik vetít energiát. Ezek a energiák összeadódnak egy adott pillanatban, egy adott napon. Tehát éppen úgy, mint 18.000 éves forgási hibája a Földnek, ami elfogyásokat okoz. Éppen úgy történik ez meg, csak évente pontos rendszerességgel. Mondja, kedves! Én úgy gondolom, hogy a földtároló mezőjében lévő, energetikai mezőjében lévő időkóddal ellátott kivetülés, és nem feltétlenül csak földi elemeket tartalmazó rendszerről van szó. Egész biztos. Ami összekapcsolódik szerintem az univerzumi téridőkapcsolódással. Egész biztos. És ilyenkor láthatóra válik ez a jelenség.
Egész biztos. Ehhez is. Így van, de az a helyzet, hogy az a naprendszerünkkel, minden bolygójával, az a galaktikánkkal minden pillanatban kapcsolatban vagyunk. De ez csak egyszer jelenik meg, itt és ott. Ennek valami üzenete van. Hát a direktés, hogy akkor az még gyógyít, és akkor azt jelenti, így van. Így van. Akkor menj oda, és meggyógyít. Így van. Azzal, amit ha mindig látnál, akkor nem is. Pontosan így van. Ez az üzenet. És akkor menjünk vissza, itt a Fibonacci kör egy kicsit tisztább képe. Van itt egy 8-oldalú oktogon, aminek a románok szerint nagyon érdekes magyarázata van, mert be van kapcsolva az a bizonyos Csángó rész is bele. Látjuk ott a Kárpátok jobb oldalán? Ugye? Ott Buzeo fölött nagyon érdekes dolgok történnek energetikailag. Ott nagyon titkolják még, hogy mi van. Többet nem tudok mondani. Itt vannak bizonyos más szempontból, egész Romániára rávetített energiaközpontok, itt már tisztában látszanik minden, ugyanazok, amiket beszéltem. Itt pedig a nyugati Kárpátok energiamezeiről van szó. Miért csak Észak-Erdélyt adták ide nekünk? Ezek az energiamezők mind fantasztikusan nagy ásvány kincsekre támaszkodnak, tehát vagy arany, vagy nemesfémek, vagy még nemesebb nemesfémek találó ásványok létezését bizonyítják, mint olyan, és egész körbe a Kárpát-medencébe jellemző ugyanez a kupola, mert ezek az energia talapzatok megjelennek időnként, mint óriási tartóoszlopok, és fölötte egy óriási kupola, egész Erdély fölött. Láttam egy ilyen képet, de ahogy megnéztem, azt hiszem, abból pillanatban letörölték, mert többen soha. És láttam egy ugyanilyen képet, egy kupolát a Kárpát-medence fölött. Mert körbe a hegyeinken, a Kárpát-medence hegyein mind-mind nagyon gazdag nemes fém lelő helyekbe helyek találhatóak. Úgyhogy ez a védelem. Itt egy elképzelt illusztráció Atlantisról. A legújabb vicc az, hogy a román tudósok most azon elmérkednek, hogy Atlantis már pedig Brassóba volt. Nem viccelek? Komolyan mondom, majdnem elsírtam magam. Hát mit nem képzelnek ezek magukról, ember? Jó, van egy kis 1%-nyi kérdés bennem, kételj. És ha mégis, mit tudunk mi Gondwanáról? Mit tudunk mi a Föld újraépítéséről? Mi hol volt? Ott volt? Mikor volt? Hát akkor inkább maradjunk meg a mi kis asztalunknál, és ne menjünk bele ilyen nehéz kérdésekbe. Na most akkor jönnek ha az érdekes dolgok. Ezek a Agartha beli járművek. Ez megint Matek Kamil barátomtól kaptam ezeket a képeket. A felső egy kristályok által működtetett egy olyan repülő eszköz, ami minden tud a világon. A fénysebességtől errefele láthatatlan válásig minden, és ötféle kristály energiája, irányított energiája az a hajtó műve. Az alsó pedig, ez pedig egy másik Agartha beli jármű, ami képes térugrásra. Ez az antigravitáció erővel megy. Tud valamit? Megyünk visszafelébb. És jöjjenek, menjünk előre, még hátrább, még egy kicsit. Itt van. A Föld belseje. Mondtam azt, hogy az egyik folyosón, opa, ez már nem az. Itt van, nem baj, tudom. Itt van, mondtam, hogy ez a három folyosó, ez Tibetbe, ez Egyiptomba, ez pedig a Föld belsejébe megy.
Azért vannak itt ezek a képek. Hologramokat láttuk, a izéket láttuk. Itt van például egy ilyen út Tibet fele, ami mutatja gyönyörűen a kristályok elhelyezkedését, a torzulásokat, az elágazásokat. Ez így működik. Tehát ezt már bejárták az emberek. Így néznek ki, erről beszéltünk. Ez a, ahogy mondtam, ugye csak 6 méter, 7 méter a folyós, ami látszik, utána pedig szikla van. Ott, a sarokban. Az már nem lehet haladni, hogy a kristályoknak az erejével megnyitják a teret. És akkor úgy néz ki, mint az elmúlt képen. Ez a hely a Sphinx alatti okkult kamra, az Akasa krónika helyszíne. A piramistól, a Keopstól egyenlő arányban van a Sphinx-től, 260 méter mélyen, és a belseje így néz ki. Itt van az a rengeteg platina lemez elraktározva. Ez egy 2,5 méteres kristálybére, még nem jöttek rá, hogy mitől való. Ez viszont egy téridő ugrást megvalósító szerkezet, amit kipróbálta César Brád. És ez pedig egy antigravitációs eszköz, olyan, mint egy ágy, oda-vissza, ahol akarod, csak kell tudjad a kristályt, ami az elején van, kell tudjad manőverezni. Aztán, ha bementünk abba a tilos folyosóba, akkor bemegyünk Agartába, a föld belső terébe, ahonnan két bejárat van, egyik északról 2250 kilométer átmérőjű lejárat, ahol úgy elveszik a tenger, hogy emberi érzékeléssel nem tudjuk felfogni, hogy mostan megyünk, mindig viszintesbe vagyunk. Tehát tök mindegy. Nem fejjel lefele vagyunk, tehát a tér, a gravitáció egy olyan csodája, ahol mindig viszintesbe vagyunk, és nem tudjuk, mikor vagyunk benn vagy kün. Nincsen meghatározható pontja ennek. Azért sokan jártak benn repülővel, hajókkal, leglátványosabb Byrd amirálisnak az írása, amit ajánlok mindenki figyelmébe, de főleg az emlékkönyve. Az az igazi. A belső föld így néz ki, körülbelül 100 nagy város van, a lakosok száma 200 millió fölött, de nem taglalom, mert ez egy másik világ. Így száll le a történet más helyeken, nem az északi vagy a déli sarkon, hanem bárhol és sok helyen a földről meg lehet közelíteni a föld alatti városokat, vagy a kéregbe elhelyezett városokat. Itt jelesül éppen Thomasis városát mutatja be, 1500 kilométer mélyen, ez a Fekete-tenger partján Kosztanca alatt van. Ide lementek, ide egy téridő lift van, tehát nincs direkt levezetés 1500 km mélységbe, leliftezik, ez egy az ő sajátosságuk, a város lakossága 200 ezer, ógörög nyelvet beszélnek, és abszolút úgy írják le a könyvbe, hogy ezen a területen élő korábbi népek. De viszont az, hogy 1500 km mélyen vannak, az a rangsorukat is jelzi. Az egész köppeny 2500 kilométer. Agartha a belső földön van. Ők, odáig még van 1000 kilométer. Tehát ez körülbelül egy ötödik szintű, úgynevezett 5D-s civilizáció, ami még fizikális valóságban létezik. Több mint 200 000 lakosa van, így néz ki, mint egy ógörög város. Aztán jön a másik, ez pedig Thomasis. Ez 70 kilométerre van a nyugati Kárpátok alatt. Tehát az arany négyszög alatt. 70 kilométer. Hát ők 4D-be vannak valószínűleg, azért vannak még nagyon magasan, nem mehettek lejjebb, mert mindenféle lefele mélységbe hatolás, Agartha fele, egy-egy minőségi ugrást jelent. Ők vannak legmagasabban, 70 kilométeren. Amint látszik, gyalog is le lehet menni,
De engedjétek meg, hogy hivatkozzak a világ magyarságára, ahol ezelőtt 5 évvel egy FF nevű úriember, ahogy mondtam, nem mindenki adta nevét, leírta, ahogy a háború után 1 évvel Óbudáról egy másik, nagyobb gyerekcsoporttal, ő akkor 14-15 éves volt, 20-25 éves gyerekekkel, fiúkkal, lementek egy föld alatti városba. 3 napig mentek, állandóan lejtett az út, sokszor kanyarodott, és leértek egy föld alatti városba, amit a régebbi, az öregebb fiúk tudták, hogy ott van. Tudták a szüleik, ott hallották. Óbuda egy bizonyos részének a pincéi kommunikáltak ezzel a labirintussal. 3 napig mentek, mire visszajöttek 3 nap múlva, éhesen, szomjasan, de visszajöttek, könnyebben jöttek fölfele, mint amit mentek lefele. Lenne a városban, amit ott találtak, nem erről beszélek, hanem amit ők láttak az írás alapján, egy Budapest-szerű városba értek le, amiben körülbelül az első világháború előtti villamosok jártak, olyan öltözetbe lévő emberek maszkáltak, és megjelentek, egy pincéből mentek ki, és álltak a kapubai dolog, mint nézték, órákat álltak ott, de nem reagált senki. Elmentek mellettük, bólintottak, köszöntek, emberek beszélgettek, teljesen normálisan, csak ez a második világháború után van, 48-ban, 49-ben, és az egésznek ugyebár a divatja, mint olyan, ami jellemző korszakokra, az az első világháború előtti vetítés volt. Visszajöttek, és a szüleik pánikoltak, ugyebár, hogy most elvesztették, mert tudták, hogy lementek az alagútba, azt tudták, és aztán a katonaság meg a tűzoltóság, mindenki kereste őket, ők meg simán hazajöttek, lefülöttek, azt minden ment az élet előre. Igen, itt alattunk is. De ezek benn vannak a köppenybe, tehát nem lettek túl messze, 40-50 kilométerre lehettek, tehát ezek szerint. Úgy, mint ez a bizonyos városka itten. Ennek viszont kristályszerű épületei vannak, és miért ne, megint a nagy románság mániája, ódák nyelven beszélnek. Mi az, hogy ódák? Ódák! Na hát igen. Ódákat mondanak magukról, te a hülyeség ne továbbja, de csak egy néhány ilyen fertőzött van, majd kigyógyulják. Erről beszéltünk, szerintem mindentől kezdve már toppon vagyunk, olyan szempontból, visszajöttünk a Szenthegyekhez, lettünk a katonákat, az aranyat, és kedves barátaim, elértünk a végéhez. Az én történetem, ha ez egy kicsit darabos is volt, elnézést kérek, de megígérem, hogy csiszolom, és sokkal, hogy mondjam, emészthetőbbé teszem, könnyebbé. Próbáltam a zenémmel, próbáltam a stílusommal egy kicsit könnyíteni rajta. Nehéz, megfekszi az ember gyomrát ez a tudomány, de azt mondom, hogy nem emeltem magasra a mércét. Egy dolog nagyon tudná igazolni a ma estét. Ha volna információnk a ma Brüsszelben történtekről. Tűkönültem, megmondom őszintén. Ott volt az eszem. Egy kicsit ellopott ez a gondolat. Próbáltam uralkodni magamon, ennyire sikerült, elnézést, hogyha nem tudtam annyira tiszta lenni, és annyira meggyőző, nem akartam lenni egyáltalán. Távol áll tőlem, viszont az anyag, amit hivatásból, feladatként úgy éreztem, hogy el kell mondjam ennek a közösségnek, ez sikerült a legjobban. Tehát fejlődőképes vagyok. Hajrá András, 72 után milyen? 73! És ugyanezt kívánom mindenkinek, hogy ugyanígy gondolkozzon, a Gandhi elvek alapján gondolkozzon, adja tovább a mai estét. Nem kell ezt túlmagyarázni. Beszélj egy kicsit a Kalotaszegi piramisról. Miki most provokál.
De én tudom, hogy ezt csinálja mindig. De szívesen beszélek róla. Haza beszélek, hát most már könnyebb behúny szemmel is beszélek róla. Van itt egy olyan csoda világ, amit úgy neveznek, hogy Kalotaszeg. Aki többet akar tudni róla, ajánlom kedves figyelmébe, nem csak Ady Endrének a Kalotaszeg című versét, hanem Jékely Zoltánnak az írásait. Mint tudjuk, Jékely Zoltán egy nagyon jelentős költő volt a maga idejébe, Petőfivel hasonlították össze. Tényleg, ő pedig a szülőfalum egyik szülötte, Magyar Valkó szülötte. Apja ott volt református pap. És aki még mélyebben akar Kalotaszegről tudni valamit, az Kós Károlyt nézze meg, de még számtalan írásról szól Kalotaszegről. Nem megyek távolabb, nemrég volt a páva, és a táncot, a magyar csárdás gyönyörű táncát, nagyon nehéz ellenfelek ellen, a zsűri ítélete szerint a kalotaszegi bánfihunyadi legények, azaz öt legény, csodálatos tánca. Mindenek fölötti volt. A többi is gyönyörű. Szívem csücske mindegyik, de amit ez a kalotaszegiség mutat, ez valami minőségi dologgal jobb, mert hogy azt mondja Kányádi Sándor egyik versébe. Nem jut eszembe az egész, de egy sorát. Mi ez a mozdulatország? Valami olyan mozgáskultúra van a kalotaszegi táncba, ami más helyt nincs. Ugyanúgy a kalotaszegi zenébe. Van egy kis barátom zenész, akinek az apja még nagyobb barátom volt, úgy hívták, hogy Csipás Marci. A fia Csipás Istvánka. De ő amúgy szép nevük van, de a Csipás ez a zenei nevük. A vidéken csak erről ismeri meg. Ezt az Istvánkát a világ minden szegletébe viszik, mint egy trófeát. Szalonnának az állandó zenész partnere, a híres népzenésznek, és ott a zene a második, a tánc az első, a varottasok, a jelképek világa. A varottasok nem egy magánszórakozás. A varottasok a jelkép írott rendszerünk és jelképrendszerünk megörökített része. Aki ezt tudja, azok az író asszonyok voltak, családomban kettő is volt, és most van még a családomból egyetlen, és ezt muszáj elmondja, mert Kalotaszeg nélkül nem érthető. Sinkó Kalló Katica, unokatestvérem, aki a kalotaszegi varrottasok világáról már harmadszor adja ki ezt a csoda világ óriási kötetét, több száz oldalon az íróasszonyok tudását, és most adta ki a harmadikat. Tehát a kézművesség, a tánc, a zene olyan spirituális magasság, amit el se tudok képzelni piramisok nélkül. Bizony. Mert nem csak a kapusi piramisok. Miklós, ha jársz az úton, most figyeld meg, mit mondok. A kiskapusi piramisok nem látszanak. De ha elindulsz a körösfői hágó tetejéről, mindjárt jobbra, 100 méter alcs után, jobbra, elmész Gyerő Monostor szülőfalom irányába, az első dombról látott szembe 10 kilométer, 15 kilométer távolságba a Várhegyet. Tisztán látszik, gyönyörű teraszos, már 8-10 terasza van, ilyen 30 méteres, 40 méteres teraszok. Persze, hogy azt nem csak mezőgazdaságra használták, hanem is azért építették. Ott van ez az óriás, aztán le a patakon, de ajánlom, hogy inkább menjél az úton. A patak az nagyon szeszélyes, és van a hely, hol csak víz van, és 50 méteres sziklák. Hát, alpinizmus is jól fog itten, de nem menj.
Kiskapus a második hely, ahol már ismert, elfogadott piramisok vannak. Tehát ott van a nagy piramis, meg a kis piramis. A kis piramis csodálatosan szépen látszik. Gyerekkoromban, amikor a tövében mászkáltam, azt mondtam, hogy mik ezek a házak, a csűrök. Viszont ne gondoljátok, hogy a helyi kiskapusiak tudnak valamit erről. Tőlünk. Nem tudnak. Mondok valamit. Nem tudjátok, de... Nem vagyok boldog, hogy elmondhatom. Kiskapus, némi románságon kívül egy magyar falu. Csodálatosan jó emberek lakják. Van egy picike hibájuk. Baptista hívők. Anyám is baptista hívő volt. Ebből a családból származik nagymamám is. Tovább. Ezekkel egy baj van. Menthetetlen ószövetségiek. Én nem ítélkezek. De sajnos el kell ismerjem. Ezek az emberek totál be vannak zárva, mint nyitottság, mint érdeklődés. A kertjük végénél tovább nem látnak, pedig a falujuk kertje végébe ott vannak ezek a csodák. A piramisok. Matek Kamil, Olasz Etelka tudna sokat erről mesélni, ők is rendszeresen már 20 éve visznek oda a kirándulókat, de nem haladtak nagyon mélyre, ha bár voltak időnként, megpróbáltak bejutni, de ne gondoljátok, hogy a román hatóság csak úgy turistáskodik, dehogy is. Figyelteti a helyet, állandóan, különböző állatcsordák a hely túlsó felén állandóan jelen vannak, akár tehenészek, akár juhok, akár kecskék, bármi. Hát tudjátok meg, hogy azok figyelő emberek. Többek között. Aztán Mikloskám, nagyon figyelj, mielőtt beérnél Báfi Hunyadra. Felérsz a Marotlaki fennsíkra, ami 10 kilométeres egyensúlyt Báfi Hunyad fele, de már látszanak a jövő csodálatos palotái, de ne azokat nézed. A cigány kultúrát. Hanem nézzél hátra, vagy állj meg, vagy mikor mész kifele Bánfinyadról, a híd után, a vasúti híd után, nézzél szembe a hegyekre, mit látsz? Nem létezik, hogy ember ne lássa. Mindenki látja, csak fel se fogja. Kissebes falu fölött, úgy nevezik Bologá, egyenes vonalba, 1000 méter magasan, egymás mögött 3 piramis. Úgy látszanak, mint ami babák. Nem lehet eltéveszteni? És kérdezem a felségemet sokszor, Robi, 30 évben. Te, mámi, hányan még látják ezt vajon? Rajtunk kívül, mert most már te is látod, ugye? Mert először azt mondta nekem, hogy képzelődöm. De aztán mikor mind jobban nézted embert? Ezek igen szabályosak. Jó, nem nagyok, ezek olyan 50-100 méter magasak, de hogy piramisok, az garantált. Mikor mész be csúcsára, várad felől, néz a templom fölől el, egy gyönyörű, szép 250 méteres piramis van. Aztán, akkor mész be Kolozsvárra, Fenesen. Még Fenes előtt a gyalut elhagytad, kanyar után egyenesbe mész, nézz fel jobbra a dombokra. 3 piramis van egymás mellett. Szembe velük az út innen oldalán lakik egy rokonom. Meglátogattuk most, vagy 10 éve. Jó rokonság. Nem zavarjuk egymást. Meglátogattuk, és a balkonról azt mondja, gyere, menjünk fel a balkonra, a gyönyörű háza van. Te, Pityu, mit látszott? Dombokat. Mindenki dombokat lát. Azokon a dombokon egymás után 3 gyönyörű piramis van. Azok se túl nagyok, 700-800 méter magas domb választja el azt a szamos völgyet, a Bihari hegységtől. Milyen idősek szerint? Egyszerű a válasz. 65 millió évesek. Kalóta szerint. Mind. Egy idő. Van egy leírásom. Van egy leírásom a piramisok építőiről. Ez pedig a Cézár Brad által elmesélt történet, amit Csine már gyönyörűen rögzít. A
hetedik könyv, a... Milyen genezis? Genezaui, tehát az elfelejtett genezis. Abba leírja pontosan, hogy építették a piramisokat. Nagyon magas szintű tudású. Nem ember faj csak, hanem egy ilyen kooperációba több ember intelligens faj, egy-egy megbízottja összeült, ilyen vetítéses film alakzatba megtervezték az egészet, mindenkinek a szerepét, a kitermeléstől a vágásig, milliméterre a darabokat, a szállítási helyig és minden. Egy a megbízottak közül foglalkozott a kitermeléssel, másik az előkészítéssel, harmadik a darabok raktározásával, és a másik kettő pedig a darabok rajz szerinti, tehát hologram kivetítés által megrajzolt rajz szerinti pontos elhelyezésével. Pont ezért készül Vucic. Öt személy. És a megfelelő technika. Egy piramis 2 hónapig épült. Nem siettek sehova. Olyan nyugodtan, ütemesen dolgoztak. Nem volt túlóra, nem volt 3 váltás. Semmi nem volt. Tehát ez nem emberi mérték. Az őseink, ők voltak azok. A napúton járók. És a barátaik. Mondják, beszéljünk arról, hogy nagyon sokszor mondom a buszon, mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy lehet látni, de ahogy elérik a, már nem is a hegyeket, hanem magasabb dombokat, ezt a magasföldi művelést, ami vallakultúra, meg minden, ami ott nagyon jellemző, és mindig egyszer nekünk mondta egy úton egy idegen vezető, hogy az semmi, az semmi. Kérdeztem tőle a vízözőről, hallottál? Miről? Vízözőről, ja. Azt mondta, hogy az nem volt. Na jó. Nem voltnak a nyoma, hogy ment le a vízbe. Beszélj már. Igen, ez az a bizonyos vetítés, a terraformálás holografikus megjelenítése, ahol iskola szintű leszkét ad az a bizonyos rendszer, mikor hozzányúlsz. Tehát még egyszer ezt elmondtam, de még egyszer szívesen. Ez a terraformálási történet az úgy működik, hogy van ez a rendszer, most már nem viszem oda, mert láttuk, a belsejében van ott hátul az, ahol az amfora volt, hát ott van egy kis valami. A könyvben részletesen leírja, de a rajzok messze, messze nem mutatják a valóságot. Csak 25%-ot? Képzeljük hozzá többit. Nincs elég fantáziánk. Ez a terraformálási pult, vezérlőpult, 2 karból áll nagyjából a leírás szerint, és a megérintésére már felléptél a pódiumra, megjelenik a vetítés. És azt mondja, ez egy figyelmeztetés. Amit most látsz, az terraformálási műveletnek a története. Ha nem megfelelő módon kezeled, ha nem tudod, előidézel terraformálást a valóságba. Ez egy lecke. Érdekes? Mennyire előrelátók voltak azok? Gondolták volna, hogy emberek mi látni fogjuk? Biztosabb vagyok, hogy nek se álmodták. És mégis odaértünk. Nem a mi dicséretünk. A lényeg az, hogy ez a terraformálási folyamat, miután megépítették a hegyeket, helyrehozták a földet, kiegyensúlyozták, be kellett iszapolni, és a tengereket 2000 méter magasan ez az iskola mutatvány mutatja, hogy iszapolták délről, a tengerek felemelkedtek a hegyek fölé, áttörtek, és gyönyörűen átmentek északra, majd visszajöttek. Aztán más tengerek jöttek keletről, átjöttek a hegyekre, be Pannóniába. Visszamentek a helyükre. Jött Pannóniából mind 2000-3000 méter magas özönvizek. Így egy érdekes dolog van ebbe. Ezen a képen nincs fekete tenger, hanem egy 1000-2000 méter közötti Törökországhoz hasonló fenség. Mikor csinálhatták ezt a filmet? Nem akarok
semmit magamtól mondani a területen. Vannak elképzeléseim, de nincs fogózom. Ez az iskola, film pedig azt mutatja, hogy nézd meg ember, mit tud ez a rendszer? Hát kérdezem én, ki az a tudós? Ki az az állam, aki nem egy tengernyi vizet tud ide-oda mozgatni, hanem annak a töredékét? Mert nincs. Mind a magyar nyelvről. Mit mond Jean Browning? Sir, megérdemli. Sir Jean Browning. De aki megérti a magyar nyelvet, azokat az isteni tételeket boncolja. Ez pontosan egy isteni tétel. A terraformálás. A naprendszerek kialakítása. Mindennek a mindenek feletti hatalom az a tudás, ami ezt megvalósítja. Mi csak Isten formájú lények vagyunk. Nagyon sokat kell dolgozzunk, küszködjünk, hogy elérjük, hogy megértsük ezeket. Ezek pozitív dolgok, ezek nem szólnak a rombolásról, ezek nem szólnak a megfélemlítésről, ezek az isteni lelket mutatják fel, az emelkedettséget, a magas szintet. De legalább van ott egy cél, hogy tudjuk, hogy működik. Alapja a vril, isteni energia, ami nem támad, csak védekezik. Elpusztíthatatlan. És ezt tudjuk, hogy ez volt Hitlernek például a pofára esése, amikor megkapta ezt az energiát. Különböző, nagyon jól ismert módon. Ő azt hitte, hogy ő a világ ura. Ő nagyon is emberi szintről nézte, és mikor bebizonyosodott, hogy azok a bizonyos 5000 katonát felszereléssel együtt szállító Hunnebau járművek. Ezek nem fognak lelőni legyese. Mert ezek olyan vezérléssel vannak, mikor az ember rá van kapcsolva a szerkezetre. Az ember gondolatát végighajtja a szerkezet, de csak a békés gondolatokat, az önvédelmi gondolatokat. Ha gyilkos szándék vezérel, támadó vagy bármi, a gép megöli a vezetőjét és saját magát is. Ez jelenti az a bizonyos isteni feltétel nélküli szeretetet. Na, így magyarázható. Nem támadlak, testvérem. De meg se próbálj bántani. A másik kérdés. Mindenképp mondom, a legvégén, amikor leállunk, lesz egy kérdésem, ami már nem lesz felvételese, jó? Az már a legvégén. Rendben. Következő. Csak egy kis kev csináló, hogy jó félelemben legyen mindenki. Mesélj nekem a hó jelenlés. Ó, aki azt mondtad, kolozsvári embert nem fogok találni, aki fölmer menni. Nem. Még környékbeli se. Rossz híre van. Rossz híre van ennek az erdőnek. Rossz híre van először is, mert egy energetikai központ. Kérem? Bács. Bács, ez a Kolozsvárnak, igen, a Hója erdő, de a Bácsi erdőnek hívják inkább. Ugyebár, de Hója. A Hója az a kolozsváriak igazi szórakozó helye, amikor kimentek majálisozni a török vágáson, tehát egy kilométeres hegyen, lehízasztották magukat, jól megszomjaztak, és akkor bevágták azt a t-shirt. Gyönyörű majális. Éljen a kommunista párt. Így van. Na most már a Hója mögött van ez a bizonyos Bácsi erdőrész, ami önmagában első látásra is, mondhatni úgy, nagyon pestiesen első blikre,
rémületet okoz. Mert hogy ami látszik benne, először is minden naív meglátó meghökkel. A fenébe. Ez valami varázslat. A fák egy bizonyos területen úgy nőnek, hogy kinő egy méteres törzsük, aztán csinálnak egy ilyen kanyart, mint egy nagy fotelnek az ülése, úgy képzeljük keresztmetszetét, és aztán mennek és nőnek valamerre. És az összes. Az összes. Na már most, miért fogjam én rá energiára? Én rá fogom arra, hogy ezek a fáknak ilyen genetikájuk van. Ha-ha-ha! Jó van, Miklós. Nem. Olyan vortexeket mértek, olyan energiaörvényeket, amelyik a legerősebb karakterű, genetikájú embert is megbolondította. Elfelejtette kicsoda, vagy agresszíven nekiugrott a gyerekének, vagy neki rohant a szakadéknak az a szamos felé, vagy eltévedt. Mert hogy ezzel az a baj, ezt akarom mondani, az a baj, hogy itten egy időtérkapu is működik. Időtérkapu. Itt elvesztek emberek. Vagy pedig rémítsák még egy lépést az embereken. Ami jól ismert földi vezetőink, ezek a hüllőszerűek. Ha kívánjátok, privátban mutatok egy képet, hogy néznek ki. Akik minket élelmiszernek használnak, neme oda varázsolják, mind a póka maga hálóját, nem? És a belesnek az emberek abba a időtérkapuba, köszönjük szépen, vacsorára elég volt. Vagy reggelire. Hát ez nem vicc. Mert ott olyan rémületek, olyan félelmek gyűrűztek ki az elmondások szerint, ami vagy megtörtént, vagy valakinek érdeke volt veszíteni, ijeszteni az embereket. Jön a harmadik, hogy meg fog történni. Dolog, mert ez benne van a pakliba. Egyetlen egy olyan helyzet van, mikor abszolút tiszta lelkű, tiszta lelkismeretű emberek úgy jártak ott, mint otthon. Szalonást sütöttek, ettek, ittak, jól érzték magukat, azt érzték, nincs itt semmi látnivaló. Hát pedig, mások pedig beleőrültek, eltűntek. És meg is gyógyult. Na, hogy a tiszta lelkűek amúgy vettek észre ilyen izéket, tiszta emberek, hogy spontán gyógyulások is történnek. Nekünk 4 volt az utat. Tessék. Tehát a feltétel megint a tiszta szívűség. A világunk megváltoztatásához, az ilyen energiák felfogásához és mindenhez a tisztaság alapvető kívánalom. És, drága barátaim, higgyétek el, ez senkinek nem egy vele született tulajdonsága. Az életbe mész, megtapasztalsz, adva van, hogy megtapasztald. A jót, a rosszat. De a te szabad akaratod dönti el, melyik úton maradsz. Van egy olyan 30-35 éves lehetőséged. Nézeskalállal élni az életet. De utána jönnek a feladatok. De ne ijedj meg tőlük, mert a Teremtő mindenkinek pontosan akkora akadályt tesz az útjába, amit a Teremtő tud, hogy át tud ugrani. Ne féljünk vállalni a feladatokat, ne féljünk vállalni ezeket a sors pillanatokat,
mert a támogatottság ott van mögöttünk. Ha lesz még alkalma, és biztos, hogy lesz ebbe a közösségbe, a következő műsorom az a Bileám-tó környékén megélt csoda. Én pontosan még egyszer tudom bizonyítani a jó szándékot, azt az isteni segítséget, ami megment lehetetlen helyzetből. Mikor a szakadék szélén táncolsz a jégen, alattad 300 méteres szakadék, nem történhet semmi, ha bizalommal vagy. Én ott táncoltam, nem egyszer. Jégen, éjszaka, a 300 méteres szakadékok szélén. És a Jóisten rám bízott 5 nőt. És mindenkinek a csodájára. Karcolás nélkül. Éjjel 2:30-kor benn voltunk a meredék a terasz szállóba. Ahova már déltől tudták, hogy ez a csoport ott meg fog halni. Akik lejöttek, az orvosok, mind azt mondták, ezek menthetetlenek. Lejött a hegyi mentő. Azt mondta, ezek menthetetlenek. Majdnem agyon verték az emberek, hogy miért hagytad ott őket. Hát te feleltél róluk. Azt mondja, nem jöttek utánam. Hát hogy a francba menjél, mikor ő hegyi mentő felszereléssel, szeges bakkancsal, minden, ő jár a jégen. Mi pedig gumitalpas cipővel. És a Jóisten akaratából ezt az 5 nőt óriási erőfesztéssel lehoztam a hegyről. Minden pillanatban éreztem a segítséget. Nem volt kérdés. Tartottam a lelket bennük, meg volt 2 marék savanyú cukorkám. Hát, ha úgy tetszik, akkor ez is hozzájárult. Mert nem volt ennivalónk, nem volt innivalónk, semmi. 10-kor indultunk délelőtt, és éjjel 2:30-kor értünk le. És kihívták, és nem csak a izéket, kihívták Brassóból az újságírókat. 30 újságíró volt ottan. Éjjel 3-kor. Mikor leértünk, megmeredtek, nem hitték el. Honnan jöttetek? Na, fentről. De hát elment előtökbe egy 30 fős orvosbrigád. Majd visszajönnek. Hát hol jöttetek? Nem találkoztatok? Nem. Hát hol? Hát itt a meredeken, a szálloda mellett, 300 méteres szakadékon. Hát ha nincs önbizalmad, nincs tudatod arról, hogy nincs elveszve semmi, ne add fel soha, mert ez csak nem több, mint egy próba. Én így fogtam fel. Vicceket mondtam közben. Leértem, megittam egy pohár pálinkát, és oda vittek a hegyi mentőhöz. Azt mondták, ezek a hősök, ezek az újságírók, öld meg. Úgy elverték volt, hogy nem ismertem meg az arcát. Megálltam előtte, kezemben a pohárban még volt egy kis pálinka. Néztem, és azt kérdeztem, hogy hogy hívnak. Bár ne kérdeztem volna meg. Valahogy kinyögte. Horváth András. Elfordultam, és szembeöntöttem a pálinkával, leültem. Hát mit nem mondjak, hogy az a 50-60 ember? Hát mi csak mi voltunk, vagy 65-ön. Aztán még a riporterek. Próbáltak belőlem kiszedni ezt-azt. Mondtam egy pár szót, adott pillanatban tettem a kezem az asztalra, elaludtam. Ez 3 órakor volt. És
És hol ébredtem meg? Fél egykor, délben Mátyás király szobra előtt Kolozsváron. Halálosan fáradt voltam, biztosan. Nem tudom, hogy tettek fel a buszra, hogy értünk oda. Hogy tettek le a buszról, leültettek, melintették a táskámat és a gitárt. És fél egykor, mikor felébredtem, Mátyás király, templomóra, és az első gondolatom, hogy kettőkor van vonatom. És elindultam gyalog az állomásra. Mintha mi se történt volna. Mintha ott se lettem volna. Aztán a vonaton kezdett az ember, hol is voltam én? Mi van? És kezdett előjönni a mélyből. Ez a történetet előadtam Attila szállodába, egy nagyon zárt körű társaságnak. E mögött azóta eltelt 35 év. Azóta viselek szakát. 35 éve. Egyetlen tényező a kolozsvári doktoroknak a krémje. Igazgatók, főnökök, mindenki ott volt. 35 éve senkinek nem volt egyetlen szava. Annyi volt, annyiba azért mégis, hadd ne mondjam, ez a dolog többet érdemelt volna, egész biztos. Felhívtak a kolozsvári orvosi főigazgatóságra, és Moszkovics doktor személyesen, az akkori megyei főorvos gratulált, meghallgatta a történetet, és ennyi volt az egész. Megjelent a Romania Pitoreasca című újságba, ez úgy hívják magyarul, hogy festői Románia, mert egy néhány riporter onnat talált oda arra a helyre, érdekes módon, hogy talált ő oda. Körülbelül olyan 1 méter 10 centis hó volt a környéken. Mert oda talált. És ő írt egy cikket. Az a cikk megvan. Döbbenetes torzítás, hazugság halmaz, részegember örültségei. Minden volt abba a cikkbe. Egy országos terjesztésű, gyönyörű színes havilapba. Ilyesmit mertek megengedni. A nevemet románul beszéltek, ott nem volt magyar a környéken se. De jó, hogyha legalább engemet is románosítottak, de legalább akkor ezt a horvátot is. Úgyhogy a magyarságot, mint olyan, mit mondjak, nagy blama, nagy szívfájdalom, azért is nem érdekelt, mert hogyha mégiscsak egy román hegyi mentő lett volna ott, lehet, hogy azért nem hagyom annyiba, hát ez a dolog meghaladja az emberi ítélőképességet, viszont nem az én próbatűrő képességemet. És éltem az életemet utána, mintha mi se történt volna. De senki részéről a románoktól semmiféle méltatást nem kaptam. Nem is kértem. Még sugom. Nem is fogok kérni. Méltatlanok erre. És ez egy ítélet egy nemzet fölött. Pedig én jól tudom, hogy vannak ott jó emberek, vannak becsületes, tisztességes emberek. De hogy mennyire el tudják rontani a renomét egy néhányan, egy néhány aljas. De bizonyságot teszek arról, hogy a jó Isten, mint mindenütt, úgy mindenütt, főleg a Kárpátokban többször tetten érhető megjelenése. Ott van állandóan, a helyi legendák is azt mondják, hogy időnként megjelenik egy óriási felhő a hegyből, és egy 5-3 kilométeres óriás jelenik meg, végig sétál a Kárpátok gerincén. A helyi legendák tele vannak ezzel. Döbbenetesen szépek, és döbbenetesen igazak. Elmondhatnák azok az izraeli helikopteresek, akiket egy ilyen lény megfogott 1000 méter magasan, és becsapott a földbe. És azt mondta neki, mit kerestek itt az én hazámba.
Hát, ez egy valódi történet. És még sok ilyen van, döbbenetes dolgok, de ez a mi világunk, tehát valahogy fel kell emelkedni, hogy elfogadjuk. Egy picike részlet, mit kell elfogadjunk. A hold, mint olyan egy műtárgy, az egész naprendszer megalakulása előtt 18 milliárd éve a hold volt itt először, és utána alakították ki a hold vezérlésével egy olyan fantasztikus rendszer. El se tudjuk képzelni. Mindig lakott volt, jelen pillanatban több mint 17 fajta intelligens lény lakja, 200 millió lakosa. Soha ember a holdon nem volt. Mind mese, filmek. Az háttérhatalomnak oka van erre, mert nagyon kemény letiltások alatt van a földünk. Nem szabad császkálni csak úgy, mert én elindulok, mert én turista vagyok. Mit mond Elon Musk? A SpaceX-nek a tulajdonosa? Nem tudok kitörni ebből a búrából. 2000 kilométerre nem engednek kijebb. Akkor képzeljük el, mekkora megtévesztést csinálnak ezek, hogy játszanak velünk. Azért Elon Musk, ő most ennek a tudója, mesél a Marsról, meg minden, de minek mesél, ha egyszer azt mondja, hogy nem tud kimenni ebből a búrából. Szóval sok... Mese habbal a Mars is, a többi is, meg az egész, de legyünk arra figyelemmel, hogy az egész naprendszerünk lakott. Minden bolygónak megvan a maga sajátos élet stílusa, meg fizikai lehetősége, adaptálása. Nem valószínű, hogy itt a Földön is megélnének, mint például a Vénuszon, vagy egyéb helyeken. És vannak. De nem óhajtanak kommunikálni. Habár vannak rá kísérletek, nézzük meg a gabonakörök történetét. Nézzük meg az erdélyi kommunikációt a földön kívüliekkel. Ott van egy magyar csoport, aki ottan földön kívüliekkel kommunikál. Van köztük egy ismerősöm. Egész biztosan működik a dolog. Szó sincs arról, hogy majd adnak nekünk jófajta ilyen dum-dum fegyvereket. Egyáltalán nem. Itt a lelki emelkedettségről van szó. Abba segítenek. Jó, hogy ezt mondtad. És már semmibe. És minden magasabb rendű lény körülöttünk. Jó szándékkal van, szeretettel. És a mi őrzővédőink hogy is viszonyulnak hozzájuk? A legaljasabb módon. Mert nem tiszta a lelkük, félnek. És akkor lőnek. Nem kell, nem szabad. Legyünk mi azok, akik kinyújtjuk a kezünket. Gyertek, testvéreim! Független, hogy nézel ki! 23 emberfaj van. Akik itt vannak, ti, akik itt vagytok, nagyon közeli rokonságban vagytok egymással. Származhattok, hányan vagytok annyi felől. De van egy rezgés szint, egy emberi minőség, ami idehozott titeket. Mi ezért vagyunk testvérek. Hát én örülök, hogy ezt elmondtad, mert nem véletlen az, hogy én ezeket az utakat folyamatosan próbálom látóterébe tenni mindenkinek. Ugye kétszer voltunk, és még elmegyünk a harmadikra is ebbe az évbe, mert igazából én nem azt mondanám, hogy felfedezünk, hanem vissza akarom, hogy az emberekbe épüljön az, amit ott megkap. Mert Erdély nem arról szól, amit hisznek.
vissza tudja mindenki kapni. Van, aki az egészségét, van, aki a bátorságát, van, aki adott esetben olyan képességeket tesz szert, ami nem is tudott, hogy létezik benne, és ezt egy hét után, amikor hazamegy, akkor nekem megírja, hogy ez hogy lehet, meg olyan álmai lettek, és nekem messengeren, és majd nem tudjuk még ezt lesz, látják-e vagy nem, de mindenki elköszönöm, aki megírta, hogy milyen képességek, miket álmodott, mik jöttek neki elő, és folyamatosan csak arra biztat, hogy még több utat szervezzek ezekre a helyekre. És ezért Boszniába is szoktunk, ami szerintem nagyon-nagyon kemény hely, de Erdély akkor is azt mondom, hogy ha van lehetősége valakinek, nem csak velünk, ha bárhogy, akkor menjen el oda. Borzasztóan fontos, hogy mindenki megismerje, hogy miért. Én azért bátorítok mindenkit, hogy nem tud egy videó megkapni, nem tud egy képen megkapni. Jába mondom, hogy egy kép ezer szó. Abba állni, csöndbe sokkal több, mint ha bármit mondanék. És csak bátorítok mindenkit, hogy jelentkezzetek ezekre az utakra. Nem érdekembe áll, hanem értetek, csináljuk az utat, mert nagyon fontosak. És lehet, hogy adott esetben átgondolja valaki, hogy X pénz most mire kell, de hidd el, hogy azt a pénzt, amit egy ilyen úton elköltesz, azt elmész egy üzletbe, és ötször már el is fogod nyomni. És csak olyat veszel magadhoz, amiből semmi nem fogsz fejlődni, semmi a javadat nem lesz, csak azt az érzetet, hogy most nem vagy éhes, meg szomjas. Itt viszont nem tömöttele magad, viszont mérhetetlenül sok érzetet fogsz kapni. Hát folyamatosan csak arról beszélünk az utokon, igaz, hogy én már meg se szólalok az utokon. Tehát már nagyon kevesebb. Pontosan azért, mert azt akarom, hogy mindenki maga szedje össze azt, amit majd megismer. Azt meg tudjuk beszélni. Tehát az fontos. Hihetetlenül kemény üzenetei vannak a területnek, és én csak azt tudom mondani, hogy mert azért is el kell menni Erdélybe, mert az ott lévők, akik őrzik ezt a hagyományt, és tudják, hogy ők kitől származtatnak, és bármilyen nehéz körülmények között is maradtak azok, akik voltak. Azoknak is jól esik, ha meglátogatjuk őket, illetve ők meg örömmel megmutatják, amiük van. Azokat az ételeket, főleg amit ilyen házaknál leszünk, azt nagyon-nagyon lehet érezni, hogy nem száll oda. Megosztottam képet, ott azt hiszem láttátok, az a Miklós bátyámról. Aki látta az oldalt, láthatta. Egy végtelen szeretete teli két idős emberről beszélek, aki nem győzött nekünk hozni, meg mesélni, meg mindent. És neki csak azt tudtam mondani, hogy az utunkon csak azt láttam, hogy vajon a fiatalok fogják-e vinni ezt. Mert itt lesz a súlypont. És a fiataloknak nem lesz idejük már javítani, nekik most kell azonnal megérteni. És lehet, hogy ezért is akarok mindenkit erre a területre eljuttatni, hogy amikor hazajössz, mondd el. Mondd el, de ne azonnal. Várj egy pár napot, várj egy hetet, és tök más fogsz mondani az első nap, mint a hetediken. Mert előkerülnek, felszínre törnek azok az érzések, amit akkor még energiába vettél föl, mert megszólal. Mert olyan vagy, mint egy hangszer. Csak tudjanak rajta játszani. És azok az energiák, azok az entitások, akik te ott őrzik a területet, és az egész Kárpát-medencét őrzik az őrzők. Ne félj attól a hírektől, amit mondanak. Az őrzők mindenki fölött vannak. Tök mindegy, hogy te most mitől félsz, hogy mi fog jönni, meg mit szavaznak, meg mi a franc van, meg majd mit dobnak a nyakadba. Hidd el, az őrzők azt is látják, amit gondolnak ezek. És ez a terület biztos, hogy kiemelt felelősséggel és védelem adtál. És nem véletlen mondom, hogy amikor ezt leállítom, maradjatok itt, mert egy olyan témát vetek föl az Andrásnak, amit nem kívánok csak így elmondani. Jó? Két kérdésem van. Az egyik zené, amit gondolsz, és a végére azt az ősi széke himnuszt tedd be. Rendben. Jó? Rendben. Na akkor most én folytatnám egy verssel, ami egy nagyon régi református ének,
de minden, ami ma este itt elhangzott. Talán ez a kis vers összefoglalja. Minden, ami elhangzott. Tiszta csoda önmagába. Amit ennek is versnek a szerzője, Mór Margit talált. Képzeljük ide magunkat, hogy aki ezt megfogalmazta, mit tudott. Mert ezt az adást majd nem látta. És legalább 100 éve íródott ez a csoda. A következőképpen szól. Az Úr csodásan működik. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. Mint titkos bánya mélyében formálja terveit. De biztos kézzel hozza fel, ami még rejtve itt. Ne félj tehát, kicsin csapat. Ha rád felleg borul, kegyelmet rejt, belőle majd áldás esője hull. Bízzál az Úrban, rólad ő meg nem feledkezik, sorsot sötétlő árnya közt szent arca rejtezik. Ha jobban megnézzük a Kárpát-medencének, ha van elég fantáziánk meglátni az emberarcú hegyeinket. Kettő is van. Egyik nem annyira látványos, de az egyik nagyon. Ez a kép azt hivatott bemutatni. Ez a Kárpát-medence délkeleti kárpátai, Kárpátok, a nyugati havasok az egyik szem, a szebeni havasok, Kudzsír a másik szem, alatta a resicai, a hátszegés a resicai medence, Ór és a száj, és azt írja Péterfi Gyöngyi székely költönő, emberarcú hegyeink. Minden családban nálunk magyaroknál hagyomány, de más népeknél is. Hogy megőrizzük a felmenőink képeit, a gyerekeinkét, kitesszük a falra. Kérdezem én, hogy az a teremtő, aki ezeket a hegyeket megépítette, a peremes hegyeket, az egész földünk északi féltekéjét, megérdemelte-e, hogy a Föld viselje az ő arcképét? Egészen biztosan. Akkor úgy ítélték meg. És berajzolták. Bizonyos megvilágításba, reggeli fény, délutáni fény, ez például egy déli fény, de van egy olyan fény körbe csinált fényképem, de több is, amelyik reggel készült, döbbenetes élességgel rajzolódik ki a férfi arc a délkeleti Kárpátokba, és a női arc a Tátrába. Döbbenetesen. Nem az a kép került ide. Emberarcú hegyek, Isten országa. A székely himnusz Pap Gábor szövegével.
kigyúlt a mennyból, zeng a hadakótya. Csaba királyfi gyűjti táborát, szűnik az átok, kiapadt a kutya. Szívünkön égi öröm lángolás. Hiába zúgsz már, gyűlöletnek árja, megáll a szikla, nem porlad tovább. Imánk az Isten újra megtalálja. Köszönsd ma népem üdvöd hajnalán, imánk az Isten újra megtalálja. Köszönsd ma népem üdvöd hajnalán. Rendben van, Miklós. Miklós kérésére. Köszöntjük az ősének. Valahol van. Azért több mint 40 oldalt beszéltem át, és ez nem az én dicséretem, hanem azt, hogy kibírtátok. Simán. Igen, itt van ez a bizonyos. Történet a cserével. Figyeljétek meg ennek a hangzást. Nézzed meg, hogy ki vagy. Ó, én édes jó Istenem, oltalmazom segedelmem, vándorlásban reménységem. Inségemben lágy kenyerem. Vándorlásban reménységem. Inségemben lágy kenyerem. Vándor fecske sebes szárnyát, vándor legény, vándor botját, vándor székely reménységét. Jézus áld meg Erdély népét, vándor székely reménységét. Jézus áld meg Erdély népét.
Vándor fecske hazatalál. Édesanyja fészkére száll. Hazajöttél, megáldottan. Magyarok boldog a szó. Hazajöttél, megáldottan. Magyarok boldog asszonya.